A diákok által készített süteményeket is megkóstolhatták azok, akik ellátogattak a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Magyar László szakképzőiskola nyílt napjára. Az intézményben idén már a második ilyen alkalom volt. A pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak két ágazatban indítanak jövőre képzéseket. Az egyik a turizmus vendéglátás, a másik pedig a gépészet ágazat. Ezeken az ágazatokon belül is kimenetként a turizmus vendéglátásnál a szakács, a cukrász, valamint a pincér vendégtéri szakember képzéseket tudjuk itt biztosítani az iskolában. A gépészet ágazaton belül pedig az épület és szerkezetlakatos, valamint a hegesztő szakma az, amit tudunk kínálni. Az iskola kis létszámmal működik, így több figyelem irányul majd egy-egy tanulóra a 3 éves oktatás során. Azt gondolom, hogy most már így leszűrve az ide érkező szülők és gyerekek tapasztalatait is, nagyon szeretik, hogy kis létszámú iskola vagyunk. Tehát és ennek minden előnyével én azt gondolom, hogy a mai világban fontosnak tartják a szülők, sőt én azt gondolom most már a gyerekek is azt, hogy egy családias hangulatú iskolában legyenek, ahol tényleg egy odafigyelő munka folyik, hogy mindenkit személyesen ismerünk, kis csoportokban tudnak dolgozni, akár szakmai órákon, akár a közismereti órákon, és igazából ez a kis létszám teszi még azt lehetővé, azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen komplex képzést még inkább hasznosítani tudjuk a kis létszámot benne. A kollégák is együtt dolgoznak egy-egy projekten, hiszen projektalapú oktatást igyekszünk most már felmenő rendszerben bevezetni, és ehhez az kell, hogy a kollégák is együttműködjenek, egy-egy projekt tevékenységbe bekapcsolódjanak a szakmai kollégák mellé, a közismeretet oktató kollégák is, és ez azt gondolom nálunk nagyon jól működik, és ezzel a komplex együttműködéssel tudjuk azt elérni, hogy a tőlünk kikerülő gyerekek valóban szakmai tudással rendelkeznek, és ehhez járul még az is hozzá, hogy nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a duális partnereinkkel, hiszen 10. osztálytól minden egyes tanulónk kint van duális partnernél, és folyamatos együttműködés jellemzi a közös munkát. A diákok 9. osztályban ösztöndíjat kapnak. Szakképzésben ugye ez havi 16 000 forint jelenleg, és 10. osztálytól ugye kikerülve a duális partnerhez ugye szakképzési munkaszerződés keretében munkabért kapnak, ami a bruttó 100.440 jelenleg. 8. osztály után tudnak, tehát ide jelentkezik alapfokú végzettséggel a gyerekek, 3 évet elvégeznek itt, utána érettségit is tehetnek, felnőtt oktatásban 2 év alatt van rá lehetőségük, hogy érettségit szerezzenek, úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség, de azt gondolom, hogy most már az érettségizettek is keresnek minket, érettségizett tanulóknak is van lehetőségük akár 9. osztályba bekapcsolódni egy-egy szakmai képzésbe, megfelelő létszám esetén nekik akár technikumi képzést is tudunk biztosítani, de szakképzőiskolai képzésekre is nagy szeretettel várjuk őket, nagyon sok ilyen tanulónk van már.